és uraim! Arról is döntöttek a képviselők, hogy a strandon megújuló energiaforrással biztosítják majd a víz megfelelő hőfokát, valamint, hogy elindul az Agyvaligetben a futópálya építése. Mindkettő beruházás az elmúlt időszakban nagyon sokat drágult, így például utóbbinál a tervezett 71 millió forint helyett már 90 millió forintnál tart az összeg. Az önkormányzatnak egyre több erőt kell biztosítani a kivitelezéshez. A strandnál ugyanígy a becsült érték 52 millió forint volt, most a kivitelezés 90 millió forintos ár felett valósul meg. Az önkormányzatnak számos beruházása van. Ezek saját erős beruházások, illetve pályázati beruházások. De azt kell, hogy mondjam, hogy napról napra, de konkrétan napról napra minden beruházásunk egyre drágább. Például, amikor a futópálya beruházás elindult, akkor annak a becsült értéke 71 millió forint volt. A 71 millió forintból 35 millió forint támogatás, és 35 millió forint, amit hozzátesz az önkormányzat. Igen ám, csak hogy most, a kivitelezés idejére, ez a beruházás már több mint 90 millió forintba kerül. Ehhez még hozzá kell tenni a mérnököt, és még hozzá kell tenni a világítást, ami újabb 31 millió forint. Tehát brutálisan, kegyetlenül drágulnak a beruházások. A polgármester kiemelte, hogy az ilyen drágulások kapcsán is nagyon fontos, hogy jól tervezhetően és felelősen gazdálkodjanak, mert csak így tudják biztosítani ezeknek a megvalósítását, ennek köszönhető, hogy önerőből meg tudják oldani a beruházásokat. Szintén a drágulás kapcsán módosították szociális segélyeket is, hogy minél több hatvaninak tudjanak segíteni. Azt a fajta árváltozást, ami az elmúlt időszakban jellemezte nem csak az építőipart, hanem a mindennapjainkat, hiszen aki bevásárol, az pontosan tudja, hogy 10 000 forintért egyre alacsonyabb a kosár, amit kihoz a boltból. Éppen ezért nekünk a szociális rendeletünket is már a megemelkedett árakhoz kellett igazítani. Ami azt jelenti, hogy ezzel a emeléssel azt tettük lehetővé, hogy többen tudják igénybe venni ezt a fajta segítséget, ezt a fajta szolgáltatást, tehát több hatvani embernek tudunk segíteni ennek kapcsán. Indulnak a közösségi költségvetésben megszavazott projektek is. Ebben az évben is 100 millió forintról dönthettek a hatvaniak, 19 projektból választhatták ki, hogy mi az, ami megvalósuljon. Most ezek kaptak zöld utat. Így például kezdődik a Grund, a közösségi tér a Kispiacnál, nyilvános illemhely, okos zebra, okospad, ivókútak és kerékpártárolók képítése is. A város és a Bosch hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol egymással, számtalan közös munkát valósítottak meg, most arról döntöttek, hogy a továbbiakban is közösen együttműködnek egymással. A város és a Bosch között nagyon jó a kapcsolat, és én arra törekszem, hogy ez a kapcsolat minél inkább intenzívebb legyen, és minél inkább jobb legyen. Ez azt jelenti, hogy magyarországi Bosch csoport igazgatójával is már én találkoztam, és átvettük azokat a kérdéseket, amelyeket 60-t érintik, illetve a 60-i Bosch igazgatójával is rendszeresen leülök, és rendszeresen áttekintjük ezeket a kérdéseket. És azt gondolom, hogy ez országosan is példamutató, és ez egy nagyon sikeres együttműködés, és ezen együttműködés kapcsán ugye most döntöttünk arról, hogy például a nyári tábor is meg fog valósulni, ahogyan az elmúlt években. A testület döntött arról is, hogy trafiboxot telepítenek a Horváth Mihály út és a Dózsa tér kereszteződésébe a közlekedés biztonságának növelése érdekében. Sinkovics Erika augusztus végével nyugdíjba vonul az Ady Endre könyvtár éléről. A testület megköszönte eddigi munkáját.